Matrac füstölt Nyíregyházán egy társasház második emeleti 60 négyzetméteres lakásában. A város hivatásos tűzoltói a Kórház utcában keletkezett tüzet egy vízsugárral rövid idő alatt eloltották. Az oltás idejére a tűzzel érintett lakást hárman, az épületet 6 lakás 15 lakója hagyta el. Adott ki nemrég közleményt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Egyes hírek szerint a tüzet egy áram alatt hagyott telefontöltő okozhatta. A megyeszékhely szakemberei gyakran találkoznak hasonló esettel, az elmúlt években folyamatosan nőtt az elektromos tüzek száma, pedig ez néhány szabály betartásával megelőzhető lenne. Kevesen tudják azt, hogy időszakosan célszerű megvizsgáltatni lakóotthonunkban is az elektromos hálózati rendszert, hiszen vannak olyan épületek, amelyek már régebbi építésűek, ezek kialakítása a kor követelményének megfelel, de nem biztos, hogy a jelen feltételének is megfelelnek. Tehát az az elektromos hálózati keresztmetszet, az a szigetelésmód, ami akkor még szabványos volt, jelen pillanatban nem biztos, hogy megfelelő. És egyre több elektromos berendezést használunk otthonainkban. Ezek együttes használata különös leterheltséget okozhat az adott elektromos rendszernél. Ha pedig túlhevül a rendszer, elektromos meghibásodás, zárlat is bekövetkezhet, amelyből könnyen lehet akár tűz is. A hálózat átvizsgálásán túl mást is tehetünk, hogy megelőzzük a bajt. Egyszerű dolgokra is lehet gondolni, például vásárolunk egy hosszabbítót, ezek elhelyezése hogyan történhet. Például ne helyezzünk rá a hosszabbítóra mondjuk egy súlyosabb szekrényt, egy ágyat, mert ilyenkor is ugye a nagy nyomás következtében változhat annak a berendezésnek az átmeneti képessége, úgyhogy például ne tekerjük föl, és úgy használjuk ezt a hosszabbítót. Ilyen egyszerű dolgokra is lehet következtetni, és minden esetben, ha vásárolunk elektromos berendezést, olvassuk el használatutasítását, és annak megfelelően működtessük. Kisebb elektromos tűz esetén jól jöhet a tűzoltó pokróc, de használhatunk hagyományos tűzoltó készüléket, porral vagy gázzal oltót is. Fontos azonban, hogy ne vízzel oltsunk, mert akár halálos áramütést is szenvedhetünk. Ha pedig már nagyobb terjedelmi a tűz, értesítsük a tűzoltókat a 105-ös ingyen hívható telefonszámon.